A 10 parancsolat. Dr. Erdő Péter, bíboros prímás, esztergom budapesti érsek tanítása. A 7. parancs. 7. parancsolat esetében, hogyha a kivonulás könyvében vizsgáljuk a 10 parancsolatnak a szövegét, akkor megint csak ugyanazzal a szerkezeti kettősséggel találkozunk, mint az 5. és a 6. parancsolatnál. Nevezetesen az eredeti szöveg az a legsúlyosabb cselekményre vonatkozik a szó szoros értelmében. És ezt a rabbinikus magyarázók ebben az értelemben még inkább szűken magyarázták, hiszen másút nem is olyan távol ettől a szöveghelytől, nagyon súlyos büntetés van rá kilátásba helyezve. Tehát úgy tűnik, hogy egy büntetőjogi szabályról, vagy arról is szó van. Ugyanakkor pedig az erkölcsi magyarázat, amely már Krisztus korában sem volt elszigetelt jelenség, a keresztény környezetben inkább az értéket tekinti központi valóságnak, és igyekszik kitágítani azt, amit ez a parancsolat tulajdonképpen védelmez, vagy amit eszményként elénk állít. Mi úgy szoktuk a hittanban fordítani a parancsot, hogy ne lopj. Azonban a szó szoros értelmében ne rabolj, sőt, embert ne rabolj a parancsnak az igazi jelentése. De most arra nézve, hogy egyáltalán anyagi javakra vonatkozik-e ez a parancs, vagy csak az emberrablásra, már különbséget fedezhetünk fel, mert a régi rabbinikus magyarázók kifejezetten emberrablásra vonatkoztatják. Viszont, ha figyelembe vesszük például a Leviták könyvének a 19. fejezetében a 11. verset, akkor ott azért a tárgyi tulajdonra, a vagyonra is vonatkozik ez a szövegrész, mint a 10 parancsolat rendelkezése. Na most a szankciója a parancsnak az isteni büntetésen kívül a kivonulás könyve 21. fejezetének a 16. verse szerint halálbüntetés. Tehát nagyon drasztikus cselekményről szól a parancs, és nagyon súlyos a büntetése is. Uh-huh. Ehhez képest azért, ha nem is lépünk tovább a keresztény világba, hanem csak a mózesi 5 könyvnek az összefüggésében nézzük a témát, azért azt találjuk, hogy a Tóra bizony védi a tulajdont. Mégpedig a tisztességgel megszerzett magántulajdont is. És nem is akárhogyan védi, hanem mintha szigorúbban védené, mint ahogy ezt ma a keresztény érzékenységünk diktálja. Mert körülbelül az az üzenete, hogy törvényesen megszerzett magántulajdont a tulajdonos akarata ellenére senki nem vehet el tőle, még az államhatalom sem. Ugye emlékezzünk csak vissza a történetre, ami a királyok első könyvében van, hogy Áháb király elveszi Nábot szőlőjét. Tehát szemet vet egy embernek a szőlő birtokára, mert közel van az övéhez, és így tovább, és hát az illető nem akarja eladni, mert az a család ősi öröksége. A vége az lesz, hogy megölik, és így szerzik meg a tulajdonát. Tehát gyakorlatilag a királynak se volt joga arra, hogy mondjuk kisajátítson egy magántulajdonban levő ingatlant. Most ezt a gondolatmenetet akkor értjük meg igazán, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy főleg a ingatlan tulajdon esetében nem csak egy személynek a tulajdonaként tekintettek erre, hanem a család és a törzs valamiképpen kapcsolódott hozzá. Tehát Józsué könyvében emlékszünk a jelenetre, amikor felosztják a 12 törzs között, ugye Izraelnek a földjét. Tehát ezzel, mint egy isteni rendelkezés alapján,
rögzítik, hogy kinek mihez van joga. Erről utána nem lehetett szabadon alkudozni, nem lehetett azt mondani, hogy én majd a törzsi örökségből ennek ennyit adok el, annak másik részt, hanem bizony ez egy nagyon szilárd, és még az egyén akaratát is meghaladó adottságként jelentkezett. Nem azt mondom, hogy a magyar jogi hagyományban nem bukkannak föl hasonló jelek. Elsősorban az ági öröklésre gondolok. Tehát arra, hogy adott esetben ugye apait, anyait össze lehetett szedni, tehát apai ágon, illetve anyai ágon a családi örökségből származó javaknak a végrendeleti továbbadására is voltak, sőt részben még ma is élnek bizonyos szabályok, amelyek a nyugati jogrendszerekben nem egészen így vannak. Tehát ez egy archaikus valóság, és úgy tűnik, hogy a közösségnek a földhöz való viszonyával kapcsolatos. Nem véletlenül, mert amikor hazaszeretetről beszélünk például, azt mondjuk, hogy egy népnek van hazája, akkor ahhoz a tájhoz, ahhoz a földhöz való kapcsolat, az egy kicsit több annál, mint hogy az egyénnek mi a pillanatnyi érdeke vagy a kedvtelése. Tehát jól érzi azt a bibliai hagyomány, hogy bizony ehhez valamiféle rendeltetése, valami mélyebb kötődése van az egyes embereknek. Ugyanakkor azonban, és itt érdemes azért tovább lépni, nem csak arról van szó, hogy ezt a földet, vagy egyáltalán az ingatlan tulajdonát valaki saját szabad akaratból nem adhatja el, tudjuk, hogy bizonyos tulajdonokat el lehetett adni, hiszen éppen megint az Ószövetség rendelkezett róla, hogy hát a jóbelév, a jubileumi év, ugye minden 50. évben, akkor éppenséggel vissza kellett származtatni az eredeti tulajdonosnak, független attól, hogy valaki pénzért vásárolta meg azt a földet. Tehát ebben is ez a mély összetartozás bukkan elő. Az persze más kérdés, hogy a jóbelévről szóló törvényi előírásokat a gyakorlatban követték-e valaha. Hát az biztos, hogy a babiloni fogság utáni időben már nem. Hogy előtte mi volt a helyzet, arról pedig kevés forrás áll a rendelkezésünkre. Tehát nyilván a valóságtól eléggé távol állt, de az eszme az összefüggésbe állítja a tulajdonról való rendelkezést. Na most mi az, ami ehhez képest mondjuk a keresztény erkölcsi tudatban jelentkezik? Hát először úgy tűnik, hogy nagy a különbség. Nagy a különbség, mert azt mondjuk, hogy az ember a magántulajdonát azt nem teljesen szabad rendelkezésre kapja. Még hogyha ő munkával szerzi is, vagy törvényes tevékenységgel szerzi, akkor sem tehet vele akármit, tehát nem fordíthatja teljesen önző módon mondjuk a saját szórakozására, hanem társadalmi felelősséggel tartozik. Tehát például a szegények iránti felelősség az nem csak egy úri passzió, hogy akinek kedve tartja, ám adjon valamit a szegényeknek is, hanem aki annyira vagyonos és tehetős, annak bizony figyelnie kell arra, hogy a környezetében, a társadalomban kik a rászorulók, és neki erkölcsi kötelessége, hogy azokat segítse. Sőt, az igazán nagy tulajdon esetében az egyház társadalmi tanítása azt is hangsúlyozza, hogy Istennek a letétje a vagyon az embernél. Tehát nem olyan tulajdon, ami teljesen szabadon csak az ő döntésétől függ, hanem végső soron nem is a törzsé, nem is a nemzeté, hanem az Istené. Manapság ezt egy kicsit könnyebben át tudjuk érezni. Miért? Hát azért, mert ökológiailag érzékenyebbek lettünk. Tehát megérezzük például, hogy maga a Föld, a teremtett környezetünk, az egyrészt nem sajátítható ki szabadon, másrészt pedig benne áll egy nagy összefüggésben. Tehát a teremtett világnak a része, mi azt legfeljebb használhatjuk.
szoktuk azt mondani, hogy a török korban bizony nagyon leromlottak Magyarországon a földek, elmocsarasodtak, mert rablógazdálkodást folytattak, úgynevezett spáhi gazdálkodást. Ugye, mert minden földesúr csak egy-két évig volt az országban, az alatt igyekezett ezekből a birtokokból a legtöbb hasznot kihozni, aztán nem törődött vele, hogy milyen állapotban hagyja ott. Tehát ehhez képest egy felelős gazdálkodás, akár egy ökológiailag is felelős gazdálkodás, az ma morális parancsként jelenik meg. Különösen erőteljes ez az állatokkal és növényekkel kapcsolatban. Tehát van, ma is van, létezik olyan, hogy a házi állatokat valaki megvásárolja, eladja, tenyészti, és mondhatja azt, hogy ennyi és ennyi darab az ő tulajdona. Ugyanakkor például az állatkínzást azért már a törvény bünteti. Tehát érzékenyebb lett a társadalom az állatoknak a helyzete iránt is. És ha belegondolunk abba, hogy milyen csodálatos valóság egy növény és pláne egy állat, akkor azt mondhatjuk, hogy hát hogy lehet az kiírva az állatkertben a ketrecre, hogy ennek az állatnak az eszmei értéke ennyi és ennyi. Hát ki az, aki ennyi pénzből egy ilyen csodát létre tudna hozni közülünk? Hát senki. Tehát a Teremtő Istennek a gazdagságához tartozik, és nagy-nagy tiszteletet érdemel. Magyarán egyre inkább átérezzük azt, hogy a teremtett világnak a javai, azok tulajdonképpen Istennek a letétjét jelentik nálunk, amelyet mi használunk, de amelyről mi egyáltalán nem korlátlanul rendelkezünk. És azt hiszem, hogy ez a 7. parancsolatnak ma már talán a legaktuálisabb és a legfőbb üzenete. Van magántulajdon, van létjogosultsága, de felelősséggel jár, és ami a miénk, törvényesen a miénk, azzal sem tehetünk akármit. De rendkívül fontos dolog volt, amikor a rabszolgaságot eltörölték. A kereszténység ellenezte a rabszolgaságot a kezdet kezdetétől, igaz ugyan, hogy a római birodalomnak a jogrendjét nem is álmodhatott róla eleinte, hogy majd ő befolyásolja, vagy ő mondja meg, hogy mi legyen törvényes és törvénytelen. De például azt, hogy a rabszolgák is egyenlő jogú tagjai a keresztény vallási közösségnek, ezt a kezdet kezdetétől vallotta, már Szent Pálnál megtaláljuk ezt, és később is, hogy bizony aki a civil életben a rabszolga, az egyházi közösségen belül a testvérünk. Tehát ebben a tekintetben hosszú évszázadok fejlődésével, de mégiscsak pontosan a zsidó-keresztény örökség tette lehetővé azt, hogy a rabszolgaság intézménye háttérbe szoruljon. És szomorú időszaka az a gyarmatosítás korának, hogy ezt az ősi, és meglehetősen embertelen intézményt újra felélesztették. Tehát ez már nem a közép- és kelet-európai népeknek a története, hanem inkább a gyarmatosítás világába tartozik. Nem mintha Magyarországon vagy Dél-Oroszországban ne lett volna közben egy másik rabszolgaság. Ez pedig úgy nézett ki, hogy főleg a krími tatárok, mint a törököknek a vazallusai, néha a falvak lakosságát összefogdosták, és elvitték őket a közel-kelet piacaira, ahol rabszolgaként eladták. Ezért alakultak ki Szíriában és Egyiptomban olyan települések, ahol még a 20. században is emlékezett a lakosság arra, hogy ők bizony magyarok voltak. Nem tudtak már magyarul, arabul beszéltek, Mohamedán hitret értek, de az emlékét őrizték a magyar eredetüknek. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy rendkívül nagy érzelmi erővel újra és újra megszólal bennünk, hogy embert ne rabolj. Tehát az ember az nem lehet embernek tulajdona, az embert a szabadságától semmiképpen nem szabad ilyen értelemben megfosztani. Egy másik kérdés az, hogy ebből a parancsból, a 7. parancsból szokás levezetni a társadalmi igazságosságról, a méltányosságról, a gazdasági felelősségről szóló egész tanítást. Tehát itt bizony nagyon sok mindenről szó van, például a méltányos munkabérről. Erről is
újra és újra azt tanítja az egyház, hogy hát a dolgozó embernek legalább annyit mindenképpen kell tudni keresnie, hogy ebből a saját és családja életét, tehát szállását, ruházkodását, élelmét biztosítsa, sőt, ugye a munkaerőt reprodukálni tudja, és valami maradjon még neki a kulturális célokra is. Tehát például a gyerekét valamilyen szinten tanítani lehessen. Vagy valamilyen szinten az egészségéről is tudjon gondoskodni. Na most, akkor, amikor ma néha nagy áruházláncokról kiderül az, hogy mondjuk Bangladesben olyan körülmények között készítetik a ruhaneműt, hogy abból a dolgozók még a saját élelmiszerüket sem tudják kifizetni, hanem direkt a cég ad nekik vitaminokat, hogy ne essenek össze a munkaidő alatt, hát akkor azért az meg szokta rázni a közvéleményt. De persze, itt szokták megemlíteni azt is, hogy a parancs megsértése, tehát a lopás, az mikor gondolásáért károsít meg másokat, akár a közvagyont, akár természetes személyeket, hát az igen súlyosan vétkezik. Aki viszont éhezik, és a puszta létfenntartása kedvéért azt a minimumot lopja el, ami ahhoz kell, hogy ne halljon éhen, hát nyilván az sokkal enyhébben, azt sokkal enyhébben kell megítélni, illetve esetleg nem is követel bűnt. Tehát itt van egyfajta minimális legitimációja, még annak is, hogy a magántulajdonban valaki önhatalmulag túllépjen. Persze ez nem mentsége annak, aki nem akar dolgozni. Tehát erre már Szent Pál megmondta, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Tehát aki akarna dolgozni, meg szeretne is, csak éppen vagy nem képes rá, vagy nem kap munkát, hát annak a helyzete az drámai lehet adott esetben. Úgyhogy ebben a tekintetben is a egyes világi törvények azok figyelembe veszik azt, hogy milyen szükséghelyzetben követett el valaki egy vagyon elleni bűncselekményt. Mert azt hiszem, hogy itt is az erkölcsi eszmény, ami tulajdonképpen a nagylelkű, igazságos, de ugyanakkor azért közösségteremtő használatára hívja fel a figyelmünket a földi javaknak, tehát ez a pozitív eszmény, meg a bűnnek az érzékenyebb szemlélete, az hozzájárul ahhoz, hogy szeretetben és egyfajta biztonságérzettel tudjon élni együtt az emberiség. Erre ma is nagyon nagy szükség van, különösen azért, mert nem csak Ferenc pápa, ő is újabban újra és újra, hanem már az előző pápák is fölhívták a figyelmet arra, hogy itt globális igazság szó, hogy egy konkrét társadalmon belül nagyon aránytalan mondjuk az elosztás vagy a munka megbecsülése, hanem arról, hogy bizonyos kontinensek vagy bizonyos országok strukturálisan olyan helyzetben vannak, hogy az értékeiket nagyon olcsón viszik el, viszont amire szükségük van, ahhoz drágán jutnak hozzá. Tehát ezt a helyzetet próbálják orvosolni például azok a kezdeményezések, amelyek mezőgazdasági terményekre elsősorban. Fölírják, hogy ez fair módon lett beszerezve, vagy termelve. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos méltányos összeget megkapnak azok a munkások, akik az ültetvényen dolgoznak, akik rakodnak. Tehát azért a mezőgazdasági termékért, ha ezt választjuk, akkor olyanok kapják meg az árát, akik ezt megszolgálták. Tehát itt is lehet a kereskedelmi haszonnak például az etikai jogosultságáról beszélni, kereskedni. De nyilván egy nagyon aránytalan haszon az ezt a parancsot messze menően érintheti. Ugyancsak érintheti a kamatszedés kérdése. Ugye ezt a témát megint csak az Ószövetség már említi, és beszél arról, hogy hát a szerencsétlen embernek elveszik zálogba a ruháját, most éjszaka megfagyhat abban a hidegben, a sivatagi éghajlat is olyan, hogy éjszaka nagyon hideg tud lenni, tehát vissza kell neki adni estére akkor is, hogyha nem tudta kifizetni a kölcsönt. Úgyhogy az emberségesség szempontjának ilyenkor is érvényesülnie kell. Aztán van több olyan szöveg az Ószövetségben, amelyik abszolút módon eszményként tűzi ki azt, hogy pénzét az igaz ember nem adja uzsorakamatra. Ezt úgy is értelmezték, nagyon
koherensen és a szöveghöz hűen, hogy kamatot szedni nem szabad a kölcsön után. Mások azt mondták, hogy hát a néped fiainak ne adj kamatra, de hát azért másnak lehet, vagy hogy ne legyen a kamatnak a mértéke túl nagy. Minden esetre ebben a viták sokáig tartottak, és a kereszténység is elsősorban az újkor hajnaláig. Hasonlóképpen az iszlám örökségben is benne van a kamatszedés elleni komoly fenntartás. Tehát ismerték egyébként ennek a matematikáját még a régi rómaiak is, ott is találunk olyan említéseket, amelyek azt mondják, hogy hát ebből egy csapda helyzet alakulhat ki. Tehát a fölhalmozódó kamatteher az egy egész társadalmat maga alá temethet. Úgyhogy ezen a téren is újra és újra fölmerül, hogy kamat amnestia, vagy akár adósság elengedés szükséges bizonyos időközönként, vagy bizonyos helyzetekben. Tehát ez is egy nagyon fontos kérdés, mert egyrészt működőképesnek kell lennie a gazdaságnak, másrészt azonban a méltányosság itt is nagyon komoly szempontokat igényel. Tehát a régi magyar jogban például, ha fölütjük akár csak a századfordulón, a 19-20. századfordulóján megjelent magyar jogi lexikont, hát az uzsora szónál körülbelül azt találjuk, hogy hát ami 6% fölött van, mint kamat, azért az már uzsora. Szóval volt egy bizonyos mérték, aminél úgy érezték, hogy itt kell meghúzni a határt. Hasonlóképpen az újkor elején mondjuk a fuggerek, akik azért már nagyon nagy mértékben foglalkoztak a pénzügyletekkel, hát ebben ők is teológusok szakvéleményét kérték ki. És Eck Jánost például Luther és harcos társai azzal vádolták, hogy hát ők a fuggerek kedvéért mondja azt, hogy azért valamennyi kamatot, egy 3-4% éppen el lehet kérni, mert a kockázat meg a költségek ezt megkívánják, és hogy milyen egy elvtelen dolog ez. Hát később azonban természetesen a reformáció is hozzájárult a kapitalista típusú gazdálkodásnak a terjedéséhez. Tehát az újkor az a kamatszedési tilalomnak az emlékét azt eléggé eltemette, de aztán amikor adósságválságok alakultak ki, akkor ez újra és újra fölmerült, és ma sem veszítette el az aktualitását. Tehát azt hiszem, hogy a ne lopj parancsából nagyon messzire el lehet jutni, és nagyon bonyolult kérdések is fölmerülnek. Úgyhogy itt is igaz az, hogy sok szaktudás kell ahhoz, ebben az esetben például gazdasági és ökológiai tudás, hogy a konkrét cselekvésben az etikus eljárás mértékét megtaláljuk. Ezért van az, hogy az egyházi tanítóhivatal igyekszik együttműködni különböző tudományterületek képviselőivel, mielőtt egy-egy kérdésről állásfoglalást tesz közzé. Azt hiszem, hogy nekünk azért a mindennapi életben sokszor föltámad a lelkiismeretünk, és sokszor megérezzük, hogy na, ez az a pont, ahol már valamit tennünk kell. És hogyha gyónásban, vagy bűnbánatban oda jutunk, hogy ez jogtalanul van nálunk, megkárosítottunk valakit, akkor nem elég a bűnbánat, hanem bizony fölmerül a jóvátételnek a kötelessége is. Tehát elsősorban, ha lehet, adjuk vissza annak, akitől elvettük. Ha erre nincs mód, és sokszor nincs mód, akkor igyekezzünk más módon szegényeket, rászorulókat segíteni, hogy ezzel is kifejezzük azt, hogy igenis szeretnénk most ellenkező cselekedetekkel valamiképpen kiegyensúlyozni azt, amit tettünk, vagy kiesdeni Istennek az irgalmát azért, amit elkövettünk. Tehát azt hiszem, hogy így teljes a kép, amit erről a parancsról adni tudunk. Mondtad, bíboros úr, a legelején, hogy a 7. parancsolat egyre kiszélesedett értelemben van jelen, ahogy megyünk előre a történelemben, meg az egyház tanításában is. Ez az egyik érdekesség. A második pedig az, hogy ez a kiszélesítés, ez tényleg bázisa az egyház társadalmi tanítása igen nagy részének. Én úgy érzem, hogy az egyház
társadalmi tanítása és a világnak az érték szemlélete talán itt ütközik legjobban ezen a területen, mert egészen más a világnak a gondolat, mit szabad, mi erkölcsös, mi nem erkölcsös, mint amit mi mondunk, vagy amit a kereszténység a társadalmi tanításban megfogalmazott. Tehát amikor azok a szavak hangzanak el, vagy azok a vezérelveink, hogy igazságosság, méltányosság, mértékletesség, szolidaritás, és ránézünk a világ jelenségeire, ott valami hatalmas szakadékot látunk. Tehát hogyan vélekedünk például említetted a nemzetek közötti különbségeket? Hát én azt hiszem, hogy a világnak a mentalitása az kettős mércét jelent. Tehát akkor, amikor arról van szó, hogy én valakivel szemben méltánytalan vagyok, észre se veszem azt, mert ezt mindig így szoktuk. Igen. Ha viszont velem szemben méltánytalanok, akkor nagyon érzékeny leszek, akkor mindjárt észreveszem, hogy mit kellene tenni. Tehát érdemes ilyen szempontból mondjuk a latin-amerikai barátainkkal beszélgetni, akiknek nagyon erős ez a tudatuk, hogy az ő régiójuk az sok mindenféle törekvésnek az áldozata. Tehát ott bizony előjön az, hogy hát akkor majd ők erőszakkal igazságot tesznek, ugye emlékszünk a forradalmi teológiának az irányzatára, az is ilyesmit vallott. Itt nem elsősorban erről van szó. Tehát az egyensúlynak a megtartása az ideális és normális esetben a közhatalomnak lenne a feladata. Más kérdés, hogy nemzetközi szinten működő közhatalom olyan, aki ráadásul elfogulatlan, nem pedig részrehajló, hát az eddig még nem nagyon volt. Tehát általában akinek nemzetközi szinten hatalma van, az valamilyen szempontból erősebb, és annak is vannak saját érdekei. Tehát ez szokott mindig a gond lenni. Igen. Ugye azt a példát akartam idehozni, hogy megnéztem az országoknak a jövedelmi pozícióját. És persze az ember ezt érzi, de amikor látja a számokat, akkor igen elcsodálkozik. Ugye akik a rangsor végén vannak a egyfőre jutó nemzeti jövedelemben, azok évi $300 mondhatnak magukénak. Tehát egy egyfőre jutó éves nemzeti jövedelem, az nem az övé, hanem a nemzetének a jövedelme, $300 per év. És ugyanakkor a legelső ország, az pedig $115,000 per év. 400-szoros különbség van a nagyon szegény ország és a nagyon gazdag ország között. És valóban nincs olyan világi rendszer, ami ezt egy kicsit korrigálna a belátáson kívül. Mert csak a belátás, a döntések hozhatják magukkal. Ez tehát az egyik, amit felvetek, hogy milyen víziónk van egyáltalán, hogy mi tud ebben egy kis kiegyenlítődést, egy kis méltányosságot hozni. Mit mond erről a Ferenc pápa, aki sokat foglalkozik ezekkel a kérdésekkel? Igen. Ő erőteljesen beszél az igazságosságról, de nyilván nem ad konkrét politikai programot. Tehát ő nem egy pártpolitikának, vagy egy forradalomnak a zászlóvívője, aki azt mondaná, hogy ilyen és ilyen lépésekkel kell ezt megváltoztatni, hanem ő az értékeket igyekszik ebben képviselni. És sokszor az az érzésünk, őt olvasván, hogy milyen igaza van, de ki fogja ezt megvalósítani. Tehát azt hiszem, hogy itt is a gazdag, most már nem is feltétlenül nemzeteknek, hanem csoportoknak, be kell látniuk azt, hogy egy idő után a szisztéma nem működik akkor, hogyha ennyire méltánytalan. Igen. És ennek sokféle következménye van, hogy egyet mondjak, hát ott van például a migráció. Tehát amennyiben kontinensnyi területen a puszta megélhetés lehetetlenné válik, mert rablógazdálkodással pusztítják a természetet, mert a bányakincsekért nem adják meg nekik azt az árat, ami pedig méltányos lenne, mert egyszerűen nem kapnak olyan munkát, amivel meg lehetne élni, hát akkor ott kialakul egy globális feszültség. Na most ebben pedig azért sokan elkezdenek számolni. És akkor kiderülhet az, és helyenként ki is derül, hogy talán még olcsóbb is lenne megélhetéshez segíteni bizonyos leszakadt régiókat,
mint sem utána egy megbojdult problémát kezelni. Igen. Na most itt aztán megint följönnek nagyon súlyos kérdések, mert a ne lopj parancsa az nagyon gyakran beletorkolik a ne ölj parancsába. Mert egy idő után abból, hogy valakinek az élet lehetősége megszűnik, hát abból már élet és halál kérdése következik. Tehát itt olyan dolgokról is beszélünk, mint mondjuk az ivóvíz. Vagy beszélünk arról, hogy van olyan ország, mint Burkina Faso, ahol a lakosságnak a puszta élelmiszerét az állam nemzetközi hitelből tudja beszerezni. Tehát azt jelenti, hogy az egész gazdaság termékért nem kapnak annyit, hogy abból évről évre a lakosság enni tudjon. Na most mi történik ebből? Hát ha nem engedik el nekik az adósságot, akkor az gyakorlatilag emberölés. Szóval tehát ilyen helyzetek alakulnak ki. És nyilván ezekben a helyzetekben valamit lépni kell, és ez azt hiszem, hogy egy okosan gondolkodó gazdagnak is eszébe kell, hogy jusson. Mert fönntarthatatlan hosszú távon, és esetleg magára gyújtja a házat. És erőszak, és sok minden következik belőle. Ez a ne lopj parancs egyúttal a természeti javakra is vonatkozik. Szóval például a jövő évet mi a Mária Rádióval a teremtés védelemnek szánjuk. Gyökeresen mindent föl akarunk dolgozni, gondolatokat. De ugye pont a hetedik parancsolat kapcsán vetődik fel az a kérdés, hogy ha mi most feléjük a föld természeti kincseit, akkor ezt elloptuk a következő generációktól. Tehát egy felélés az ő akaratukon kívül, ami az övé, tehát ez nagyon-nagyon messze vezet. Lehet, hogy ezzel a hetedik parancsolattal és a társadalmi tanítással még foglalkoznunk kéne nagyon sokat. Lehet, hogy talán a következő ilyen beszélgetés sorozat, mikor lemegy a 8-as, 9-es parancsolat, lehet, hogy a társadalmi tanítással kellene foglalkozni. Lehetséges, mert biztos, hogy ez egy nagyon nagy téma. Igen. Szó volt erről, hogy jövő nemzedéknek a élet lehetőségei, tehát felelősség a következő nemzedékek iránt. De ilyen hétköznapi és nagyon közeli kérdések is, hogy azt mondja, hogy ivóvízbázis. Igen. Például Brazíliában fölmerült az, és nagyon nagy probléma volt belőle, lehet-e privatizálni az ivóvízbázist. Mert könnyű azt mondani, hogy egy bánya kincsre az állam mondjuk koncessziót ad valakinek. Ugye? Milyen feltételekkel és kinek. És az ivóvízbázis is olyan bánya kincs, mint a többi. Biztos, hogy nem. Ugye, tehát azért itt nagyon széles, vagy szélsőséges dolgok merülhetnek föl, mert akkor egy valaki annyiért fogja adni a napi ivóvizet, ami teljesen méltánytalan helyzetben hoz sokakat. Tehát egy egész társadalmat sodorhat az erőszakban meg a bűnözésben. Így van. Ez persze csak egy apró megjegyzés, de a természetes monopóliumokat nem lehet magánkézbe adni, ami természetes monopólium. Na mindegy. Igen, de persze vannak ennek olyan aspektusai, mint például, ha privatizálni nem lehet könnyelműen, mondjuk az ivóvízbázist, hát elszennyezni lehet-e könnyelműen? Tehát hogy van az, hogy akár hazánkban is, gyerekkoromban a falusi kutakból szinte mindenütt nyugodtan lehetett még inni. Ma meg sehol. Vegyszereket használ. Hol van itt a kiút? Ugye? Teljesen a réteg vizek el vannak szennyezve. Lehet ez ellen tenni valamit? Biztosan lehet. Ugye? Tehát ezek nagy kérdések. Igen, ezekkel érdemes foglalkoznunk, meg érdemes azzal is foglalkozni, hogy nem csak a nemzetek, hanem a nemzeteken belül is micsoda hatalmas különbsége alakultak ki ebben az új kapitalista rendszerben. Tehát néztem a magyarországi adatokat ezügyben, hogy a népesség tizede azért egy-egy millió ember majdnem. De a népesség alsó tizede és felső tizede között hatszoros a jövedelmi és vagyoni különbség. Pedig azok egy-egy millió ember. De például azt is láttam, hogy körülbelül 1000 család van, amelyik milliárdos vagyonnal rendelkezik, vagy a fölött természetesen. Szóval rengeteg kérdést vet fel, és azt hiszem ezek olyan izgalmas kérdések, legalább olyan izgalmas kérdések, mint azok a morális kérdések, amelyek a
hatodik parancsolat, vagy a többi kapcsán betörtnek fel.